Ma egy olyan eszközről fogunk beszélni, amit sokan nem tartanak fontosnak, vagy nem foglalkoznak vele, pedig olyan esetekben, mint interjúzás, vagy termékvideózás, annyira leegyszerűsíti a munkafolyamatot. Szóval képzeld el ezt, hogy mondjuk automatikus szlájdereket, jibeket használsz, és nyilván nem tudod mindig nézni, hogy mi történik a kijelzőn, mert nem éred el, meg ugye kicsi is a kijelző. Erre a legjobb megoldás, hogyha egy vezeték nélküli videótovábbító rendszert használunk, és megmutatom, hogy én mire találtam rá, és miért lesz jó neked is. A végén use case-eket is megosztok, de unboxingolunk, funkciókról beszélünk, úgyhogy kezdjük el, de előtte intro. Te is átérzed a problémámat, akkor a Holyland Mars 4K egy tökéletes megoldás lehet. 150 méterig tudsz vele elmenni, és egy nagyon-nagyon minimális 0,06 másodperces latency-vel, késleltetéssel nagyon durva az a teljesítmény, amit ad, és igenis számíthatunk rá, bízhatunk benne, és az ára is jó, de erről mindjárt beszélünk. Most beszéljünk a dizájnról, és hogy hogy van felépítve. Ez tényleg olyan, mint egy tank, nagyon jó, ilyen robosztusan néz ki, csepp és porálló, nem nagyon kell szerelnünk rajta semmit, az egész egybe van, tökre jól kezelhetőek a gombok, a színes LCD kijelző mindent megfelelően mutat, és az egész egy ilyen felhasználó barát setupolást, kezelési élményt ad. Az egyik funkciója, amit nagyon szeretek a Mars 4K-ba, az tényleg az, hogy 4K-ba továbbítja a jelet 30 FPS-ig, ami nagyon király, mindezt 5 GHz-en. Ha tetszenek ezek a funkciók, akkor kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. De beszéljünk, hogy milyen kapcsolati pontok vannak, ugyanis a Mars 4K, mint HDMI és SD-t, inputot is és outputot is támogat, tehát rengeteg eszközzel tudjuk kombinálni, tényleg egy ilyen univerzális kis eszköz. Maga a transmitter az két további receiverrel tud kapcsolatba menni, vagy négy mobil eszközzel, ami azt jelenti, hogy több ember több eszközön tudja nézni, hogy éppen mi történik, hogyha nyilván egy setten vagy, crew-val, akkor a producer, az audio, a világosító, az ügyfél, de akár az is, hogy te vagy, a barátod vagy, hogy éppen ahol nézni szeretnéd. És a Mars 4K-nak van egy ilyen Smart Channel Scan és Selection funkciója, amivel tényleg automatikusan megtalálja azt, hogy hol van a legkevesebb interferencia és melyik a legjobb csatorna, amit használjunk. Az áramellátását is nagyon sokféleképpen, sima DC-vel, tehát ugye, hogy bedugjuk az áram 220-ba, de akár egy powerbank-kel is tudjuk használni. Tehát tényleg vannak arra megoldásunk, hogy ami éppen a setupunk, vagy egy NPF aksit használunk, hogy mindig hozzá tudjunk férni, hogy biztosítva legyen ugye az, hogy áram alatt legyen. Hogyha ezeket mind összekombináljuk, szerintem egy nagyon kerek funkciócsomagot kapunk, amik pontosan azt adják, amire nekünk szükségünk van, és bízhatunk benne. Legalábbis én így gondolom. De mi a te véleményed? Nagyon szívesen elkezdenék beszélgetni a komment szekcióba, úgyhogy ha van kedved, folytassuk ott. De a legjobb részt a végére hagytam, mert nem csak videó termékvideózásra jó, de például most is itt nézem magamat vissza, tehát egy talking head-re is, vagy interjúzásokra is, és pont mivel ilyen sok dologra lehet felhasználni őket, ezért szerintem tényleg egy egyértelműen jó választás, de valami kimaradt. Az pedig maga a monitor, hiszen valamilyen monitorhoz kell csatlakoztatni. A két kedvenc monitorom, az egyiket pont a Holyland gyártja, arról is van egy review, és a másik pedig a legendás Atomos Ninja V+. Ezekről ki fogok ide rakni egy videót, és szerintem mielőtt döntesz, mindenféleképpen nézd meg. Remélem tetszett ez a videó, és talán elgondolkozol, hogy van-e értelme a te munkafolyamatodban egy olyan eszköznek, mint a Holyland Mars 4K. Nekem tényleg nagyon sokat adott hozzá maga a munkásságomhoz, mint egy videós, mint egy digitális tartalomgyártó. Köszi szépen, hogy itt voltál, ha még nem vagy feliratkozva, nyomj rá a feliratkozás gombra a kis csengővel együtt, lájkolj, kommentelj, és nagyon remélem, hogy találkozunk a következő videókban, mondjuk ezekben. Klik, szia, sziasztok!